Választási kampányprogramját mutatta be Eksány Kovács Péter. Az RMDS kolozsvári polgármester jelöltje úgy fogalmazott, programja a modern, otthonos nagyváros programja. A város lakosságának mintegy 100 000-es közösségét az egyetemisták teszik ki. Itt az ideje, hogy a városvezetés fokozottan odafigyeljen rájuk, hangsúlyozta Eksány Kovács Péter. A város infrastruktúrájának egységes felújítása, szociális lakások megépítése, egy 700 főt befogadó betegellátó központ létrehozása, új gyalogos és kerékpárutak megépítése és a lakónegyedekbeli sürgősségi központok kialakítása. Többek között ezek a tervek szerepelnek Eksztein Kovács Péter választási programjában. A polgármester jelölt véleménye szerint az egyetemisták és a városi adminisztráció között nem létezik jelenleg egy tudatosan felépített kapcsolat, és többet kellene tenni annak érdekében is, hogy az egyetemisták könnyebben találjanak munkahelyeket, és ezáltal Kolozsváron maradjanak. A város és az egyetem viszonyát próbáltuk egy kicsit átbeszélni, mert hát a város nagyon nagy mértékben él az egyetemből, hogy így fejezzem ki magamat. Az egyetem által fiatalodik, az egyetem által anyagilag is jól jár az egyetemistákból, és hogy lehet ezt egy gyümölcsözőbb kapcsolatra változtatni. Kolozsváron jelenleg nincs elég bentlakás, a kintlakások árát pedig sok egyetemista nem tudja kifizetni. Ezen a helyzeten is változtatna Eksztein Kovács Péter. Dakar, Ponem, Praktika, Projektele, ha gyakorlatba ültetné mindazt, amit elmondott, én igen, rászavaznék. Nagyon érdekes volt számomra az is, ahogy engem gyakorlatilag az utcán szólított le, és kíváncsi volt a véleményemre, egy első éves egyetemista véleményére. A polgármester jelölt teljes választási programja megtalálható a www.eckstein.ro weboldalon, valamint az Eksztein Kovács Péter Facebook oldalon. A főtéri Eksztein patika pedig minden nap 10 és 20 óra között a lakosok rendelkezésére áll. Itt lehet tanácsokat kérni és adni, illetve további programpontokat javasolni Eksteinnak Kolozsvár fejlesztése érdekében.